2020-ban mutattuk be a Renault első GPS vezérelt tollmotorját, a BLX BML GPS változatot, aminek most megérkezett a második generációja, ami Next névre hallgat. Ebben a videóban ezt a motort fogom részletesen bemutatni. Már a motor vízbehajtásánál szembe tűnik a különbség a két motor között. Az új változatnál az úgynevezett Easy Fold technológiát alkalmazták, melynek köszönhetően az egész mechanizmus sokkal könnyebben működik, illetve ezen a részen görgőket helyeztek el, hogy ne karcolódjon a motor alsó része. Ránézésre is szembetűnő a különbség a két motor között, nem csak azért, mert ez fekete, a régi pedig fehér volt, hanem mert a fejrészen egy új kijelzőt kapott, amelyen a töltés állapotát nyomon követhetjük, illetve az aktuális sebességet. Nem csak külsőleg, de belsőleg is teljesen megújult. Egy új GPS panelt kapott, mely pontosabb a korábbinál, illetve az egész vezérlését fejlesztették. A motor irányításáért felelős mechanika is teljesen megújult, sokkal erősebb a korábbinál, illetve jobban tömített. Az új típusban egy úgynevezett boating szenzor is helyet kapott, amely megállítja a propellert, amikor felhagyjuk a motort. Ránézésre az új távirányító megegyezik a régi motor távirányítójával, nem szoftveresen frissítették, illetve ezt már Bluetooth-on keresztül mi is frissíthetjük. A talprésze nagyon hasonló a korábbi változathoz, itt is láthatjuk az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve a funkció visszajelzőt. Van egy be- és kikapcsoló gombunk, illetve a párosításhoz szükséges gombunk. 65 libra tolóerő bármely horgászcsónak mozgatásához, illetve horgony funkciójához elegendő erőt biztosít. Választhatunk a pilot üzemmód, azaz a teljes manuális irányítás, a cruise control, amikor a csónak egy előre elmentett útvonalon halad, illetve a horgony funkció között. A horgony funkció esetében egy gomb lenyomásával az adott GPS ponton tarthatjuk a csónakot, akár a Dunán is. Track recording segítségével akár 5000 méter hosszú útvonalat menthetünk el, és összesen ezekből 16-ot tud tárolni az eszköz. Korábbiakban sokan kerestek lábpedált a Renault Orr motorokhoz, amire eddig nem volt lehetőség, ám jó hír az új számukra, hogy az új motornál már van két új csatlakozó, amiből az egyik a lábpedálé lesz, a másik pedig egy GPS szenzoré, és vélhetően tavasszal lesz elérhető. A motorok üzemeltethetőek lítium akkumulátorokkal, a Renault-nál a lítium iron akkumulátorokat ajánlják. Összegezve, az új motor még az elődjénél is halkabb lett, gyorsabban reagál, illetve a GPS-e is pontosabb lett. Szerintem nem fognak csalódni a horgászok, akik az új típust választják. Januártól elérhető lesz a boltokban.